eddig 10 kolléga nyert pályázaton duális képzésre felvételt, és jelenleg mind a 10 kolléga itt dolgozik még a finomítóban. Tehát azt látjuk, hogy ez egy népszerű program és egy jól működő program, mert a kollégák a duális képzés után is itt szeretnének maradni a MOL-ban. Tevékenysége rendkívül szerteágazó, egy multinacionális cég számos lehetőséggel. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a számításait itt a MOL-on belül. Mindaz, amit megtanult elméletben, azokat élőben is láthatja. Illetve tényleg, amit legjobban ki tudnék emelni, hogy többet ad, ez az, hogy látja egy cégnek a felépítését, egy cégnek a mindennapjaiba be tud kapcsolódni, és tényleg az ott lévő kollégáktól nem csak szakmai, hanem élettapasztalatot is kaphat. A duális képzést azt teljes mértékben tudnám itt a MOL-nál javasolni. Részben azért is, mert hogy képes az ember már a mesterképzés alatt önfenntartásra. A panonyat, hogy a MOL ugye, duális képzésként itt tudja támogatni a hallgatót. Persze cserébe feltételekkel, amit teljesíteni kell, de szerintem a legkisebb ár azért, amit kínál nekünk a MOL, nem csak így jövedelem terén, de mint lehetőséget nyújt be bepillantásnél a finomító életébe, a szervezetek működésébe, magában hogy néz ki egy üzem, azt is egytől egybe tudják mutatni a szakmai gyakorlat alatt, valamint a diplomadolgozat témája is már úgymond életszagú lesz, nem pedig ilyen papíron jól néz ki, de nem tudnak vele semmit csinálni, hanem már tényleg ilyen komoly problémákat vetnek fel finomítóban, és arra kell keresnünk majd nekünk megoldást, esetleg ha találunk.